Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sorozatban 5. győzelmét szerezte meg a kisvárdai futballcsapat. 2 hazai és egy diógyőri siker a nyíregyházi kosárlabda tornáján. 2 távozó és 2 érkező a Máté Szalkai női kézilabdázóknál. Egy vereség és 2 döntetlen után szombaton javítana a Spari. 3 forduló után 6 ponttal áll az újonc tarpai futballcsapat. Balmazújváros követően szombaton Szászhalombattán játszik az NKC. Sorozatban 5. győzelmét aratta és továbbra is vezeti az NB2 tabelláját a kisvárdai futballcsapat. Kontás Elemér együttese legutóbb a Csákvárt verte 3-0-ra. A mérkőzés előtt is erről beszéltünk, hogy ez az a mérkőzés, ami nagyon nehéz. Játszik az első az utolsóval, ugye a vendégcsapatnak bármilyen eredmény jó. Nyilván, ha x-elni tudnak, ha esetleg nyerni tudnak, hát ez óriási nagy dolog lett volna számukra. Ha meg kikapnak, akkor mi történik? Hát az elsőnél játszottak és kikaptak. És ugye erről beszéltünk a mérkőzés előtt is, hogy nagyon fegyelmezetten kell futballozni, nagy akarattal, tehát egy pillanatnyi lazaság sem történhet a mérkőzésen, és türelmesen kell játszani. Mert előbb-utóbb meg fog jönni, erről beszéltünk félidőben is, hogy megvoltak a lehetőségeink első félidőben, de ott kicsit pontatlanok voltunk, elkapkodtuk azokat a szituációkat, amiből gólt szerezhettünk volna, és azt beszéltük a félidőben, arra hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy menni kell tovább, őrölni kell fel az ellenfelet, viszont nagyon hideg fejjel. Tehát ne nyíljunk ki hátul, nehogy véletlenül gólt tudjanak szerezni, és nehézé tegyük a saját magunknak a mérkőzést, és bíztam abba, hogy gólt fogunk tudni szerezni, vagy gólokat. Az, hogy 3-at sikerült lőni, már lehetett volna még több is igazából, de ne legyünk elégedetlenek. 3 gólt rúgtunk, magabiztos volt, tulajdonképpen első fél időben kicsit megnehezítették a dolgunkat az ellenfél játékosai, de a második fél időben felöröltük őket, és úgy érzem, hogy sima győzelmet arattunk. Az első fordulóban játszott döntetlen után 5 mérkőzésnyel zsinórban csapat, lehet azt mondani, hogy ez az augusztus tökéletesen sikeredett? Ennek fényében úgy néz ki, hogy lehet mondani, hát igazából még 2 pont alattak volna többet, de azt mondom, hogy ez egy nagyon szép széria, de én nem szériába szoktam gondolkodni, mindig a következő mérkőzésbe, és ezzel így leszünk a továbbiakban is, tehát most örülünk a győzelemnek, de jövő héttől már készülünk a Ceglédre, mert az se lesz egyszerű sétagalop mérkőzés, és mi azon vagyunk, hogy nyerjük a mérkőzéseket, gyűjtjük a pontokat, és hogy minél előkelőbb helyen tudjunk végezni a bajnokság végén. Egy fél időn keresztül úgy alakult a játék, ahogy gondolom elterveztétek, a második 45 percben azonban 3 gólt rúgott a kisvárda játékép alapján, mennyire tartod reálisnak ezt az eredményt? Abszolút, sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy majdnem, hogy számunkra hízelgő az, hogy 3-0 maradt a vége. Értetlenül állok a dolgok előtt, mert 45 percen keresztül valóban én úgy gondolom, hogy tudtuk tartani a kisvárdát, sőt a kontráikból voltak lehetőségek, és rúgtunk kapufát, de már az első fél időben is van hiányérzetem, mert megmondom őszintén, hogy ezt a játékot futás, sprintek nélkül, akaraterén nélkül nem lehet játszani, ebben magasan fölénk nőtt a kisvárda a mai mérkőzésen, és ami a legfájóbb az, hogy hát mi egy elég fiatal csapat vagyunk, és én úgy gondolnám, hogy egy fiatal játékosban van bizonyítási vágy, van akarat erő, és hát én szerintem neki jóval többet kéne futni, mint egy idősebb játékosnak, most ez egy morbid kifejezés, de hát abszolút nem látom azt rajtuk, hogy ők be akarnák verekedni magukat a csapatba, ha kezdők, akkor benn szeretnének maradni, hát ezen sürgősen változtatnunk kell. Én úgy érzem, hogy a babusgatásnak az ideje lejárt, mindenki megkapta a megfelelő lehetőséget, innentől kezdve kőkemény munka van, és aki ezt túléli, az fog játszani, aki nem, az pedig el fog vérezni. 2 gólt szerezhet egy olyan mérkőzésen, amelyen 3-0-ra nyert a csapat, és kívülről úgy tűnt, hogy végiguraltátok a meccset, bent, hogy érezted? Megvoltak a helyzetünk az első fél időben, de picit talán pontatlanabbul játszottunk, az ellenfél is jobban védekezett, beálltak védekezni, az első helyzethez jöttek, normál volt, de második fél időre tudtam, hogy ők el fognak fogyni erővel, és le fogjuk őrölni őket. 5 meccset nyer zsinórban a csapat, hát gondolom nem rossz hangulat az öltözőben. Nagyon örülünk, hogy minden hétről hétre tudunk nyerni. Nagyon jó hangulat az öltözőben, mindenkivel. Olyan vagyunk, mint egy kis család, és reméljük, hogy ez a széria minél tovább ki tud tartani. Ugye 2 gólt lőttél, a legutóbbi mérkőzésen 2 gólt szerző Horváth Zoli most a kispadon kezdett. Mi lesz a jövő hétvégén? Ezzel vicceltünk mi is az öltözőben egyből a meccs után. Hát még vár egy kemény hét ránk. És szombaton a Cegléd ellen majd a mester eldönti a kezdő 11-et.
Mennyire egyébként úgy játszani a pályán, hogy tudjátok, hogy adott esetben olyanok ülnek a kispadon, akik beszállva tudnak segíteni a csapatnak? Nyilván ez nagyon jó a konkurencia, főleg a csatárposzton vagyunk. Öt szerintem azonos képességi csatár, aki látszik, hogy az elmúlt meccsen beszállt Horváth Zoli, eldöntött a meccset két góllal, előtte Délceg Gergely két góllal, a Brana Ilic mindig beszáll, nagyon jól játszik, Gosztonyit várjuk vissza a csapatba, és nagyon jó játékos, bármikor el tud, szóval nagyon jó, hogy öt jó csatár vagyunk, és szerintem ez csak a mesternek rossz, hogy hétről hétre ki kell választani a két legjobb formában lévőt. A serdülőknél a DVTK, a kadetteknél és a junioroknál pedig a házigazda Nyíregyházi Kosársuli csapata nyerte a felkészülési utánpótlástornát, amelyen 17 együttes lépett pályára. Az igazság, hogy a meglepetés győzelmek is születtek, tehát azért abban reménykedtünk, hogy a junior sorunk azért az megoldja ezt az akadályt és megnyeri a tornát. Amellett, hogy azért olyan csapatok voltak benne, mint a Győri Akadémia, vagy ugye ehhez hozzátehetnénk a Nagyvárosot, aki, mint kiderült, azért a végén nem képviselte azt a játék előtt, mint amit az előző években. De én úgy gondolom, hogy a Beac csapata, aki ugye a B-döntőt megnyerte annak idején, vagy esetleg a Szolnok, akivel mindig nagyon jó mérkőzéseket játszunk. Tehát ezek olyan mérkőzések voltak, amik maximálisan szolgálták a felkészülést, a junior sorunk az várakozásnak megfelelően megnyerte ezt a tornát. A kadett csapatunk ugye az egy meglepetés győzelmet aratott. Ugye ott az a lényeg az volt, hogy azokat a csapatokat, akikkel a későbbiekben azért olyan mérkőzéseket kell játszaniuk, hogy esetleg a 16 közé jutásért kell megnyerjük a mérkőzést, azokat a mérkőzéseket nyerték, egyedül a Szexhár csapatától kaptak ki, de ugye az előző évben azért ebben a serdülő bajnokságon igencsak előkelő helyen végeztek. A serdülő csapatunk ugye az egy érdekes korosztály volt, hogy az előző évi tini csapatot és a gyerekcsapatot kellett összegyúrnunk egy egészé, és olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amit eddig még életükben nem gyakoroltak, tehát úgy az elzárásokat, mint a csapdákat, minden más egyebet. Ők a harmadik helyen zártak, a két miskolci csapat végzett ellenünk. Előttünk, de én úgy gondolom, hogy ők is kellőképpen helytálltak, és ugye ami az egésznek én úgy gondolom a fő előnye volt, hogy itt a három terem közt a csapatok jöttek, mentek, szurkoltak egymásnak, mindenki azt a mérkőzést tudta megnézni, ami éppen érdekelte, ahol éppen olyan színvonalasabb volt, ugye oda mentek át azok a junior csapatok, vagy kadett csapatok is, vagy akár a serdülő is, ami éppen érdekelte, és ugye mivel, hogy voltak olyan csapatok, akik több korosztályba hoztak gyereket, ugye egy nagyon jó hangulatú tornával alakult az egész, az meg egy másik egy jó dolog, hogy mi ugye ebből igencsak eredményesen tudtunk kijönni. Egy felkészülési tornán az is érdekli a vendégeket, hogy az ellenfelek erősége mellett milyen a szállás, milyen az ellátás, milyenek voltak a visszajelzések. Mindenkinek nagyon tetszett, tehát ugye hozzánk azért nagyon szívesen jönnek a csapatok tornára. Hát ugye itt a Sandra Hotel az olyan szállás nyújt a csapatoknak, ami ugye nagyon kevés helyen van, és az Eperes étteremmel pedig évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, és ugye minden csapat a saját igényei szerint választja ki amit éppen enni szeretné, és ugye az árak is barátságosak, és így mindenkinek ez tetszett. Mellette ugye megpróbáltunk olyan rendezvényeket biztosítani, mint ugye, hogy ki tudták menni a csapatok a Vadasparkba, ami ugye mindenkinek nagy élmény, még akkor is, hogy előző évben már ugye ezt a létesítményt látogatta, vagy ezeket az állatokat megnézte, de mindig talál benne valami újdonságot. Tehát mindenki maximálisan elégedett volt, tehát jönnek vissza a visszajelzések új telefonon, mint ugye e-mailben, hogy mindenki nagyon örült neki, és hogy jövőre ugyanúgy természetesen, ha rendezzük ezt a tornát, akkor nagyon szívesen visszajönne mindenki. Ennek a három korosztálynak mikor kezdődik a bajnokság? Az igazság, hogy a leghamarabb a kadettjeink kezdenek, ugye őket beneveztük selejtezőre, hogy esetleg a kiemelt bajnokságba bejutnak. Ha nem jutnak be, akkor sincs gond és probléma, ez megint másik négy olyan mérkőzés jelent számukra, ami a bajnokságra való jó felkészülés. A juniorjaink azok ebben az évben regionális bajnokságban fognak szerepelni, mert ugye nekik elsősorban az amatőr NB1-ben kell helytállniuk. Ugye az, hogy ők érettségiznek, amatőr NB1-et játszanak, mellette kiemelt juniort is játszanak, nem biztos, hogy megoldható. Tehát nem azt szeretnénk, hogyha a játékosaink ide előtt esetleg sérülten, vagy kimerülten lépnének pályára.
És ugye itt a regionálisban is csak ugyanúgy országos döntőben fognak tudni jutni, hogyha minden úgy sikerül, ahogy azt mi szeretnénk ebben az évben. A legkésőbb azok a serdülők fognak kezdeni, mert ők csak október elején kezdik ezt a bajnokságot, de nekik még van idő arra, hogy azokat a hiányosságokat, amiket tapasztalunk, azokat kijavítsuk. A felnőtt csapat számára szerveztek-e valamilyen edzőmeccset, tornát esetleg, vagy mentek-e valamilyen tornára? Tornára az igazság nem megyünk, mert ugye a mi felnőtt csapatunk az a junior csapatot kiegészítjük körülbelül 4 fővel, hogyha ha minden úgy alakul, ahogy azt mi szeretnénk. Mindenféleképpen, amikor a juniorokkal kimegyünk Nagyváradra, ugye van egy visszahívásunk a junioroknál egy tornára, akkor oda szeretnénk kivinni a nagyokat is, és akkor ott a kinti Nagyvárad másodosztályú csapatával, tehát olyan hasonló bajnoki rendszerben működnek, mint mi Magyarországon, azokkal próbálnánk meg mérkőzést játszani, mert még tervben van véve, hogy egy kassai csapattal játszunk felkészülési mérkőzést, aztán felvágunk, és lesz, ami lesz. Nem volt jelentős játékos mozgás a Máté Szalkai női kézilabda csapatnál, 2 játékos távozott, 2 pedig érkeztek. Az MMTK gőzerővel készül a bajnokságra. Máté Szalkai MTK felkészülése július 31-ével kezdődött, így aztán az augusztus teljes hónapját végig tudják dolgozni a lányok. Az elmúlt szezon sikerein felbuzdulva erényeink között kell kiemeljük azt, hogy együtt tartottuk szinte teljesen a csapatot. 2 távozónk volt, az Árnyas Petr és a Sigér Dóri, aki munkai elfoglaltságok miatt nem tudták ezt a Máté Szalkai vendégszereplést vállalni, és helyükre igazoltunk 2 játékost, a Mátravölgyi Gerdát és a Kis Gabriellát, hiszen beállós és kapus poszton voltak hiányosságaink. Külön öröm a számunkra, mint ahogy említettem, hogy a csapat ezen a 2 játékoson kívül teljes mértékben együtt maradt. Aztán feltétlenül meg kell említsem azt, hogy amikor év végén a záróvacsorán beszélgetünk a játékosokról, hogyan továbbról, akkor minden játékos kivétel nélkül azt jegyezte meg, hogy ebben a csapatban öröm játszani, szeretnek játszani, és nem is gondolkodnak egy pillanatig sem azon, hogy bárhová, máshová igazoljanak el, ha csak nem tanulmányaik vagy munkai elfoglaltságuk miatt kellene másra kényszerülniük. Így aztán együtt kezdte a felkészülést, első héten napi 3 edzéssel, aztán ez lecsökkent a második héttől már csak 2 edzésre, és most már csak naponta 1 edzéssel készülnek a lányok, így a harmadik hét kapcsán. Közben megindultak már a felkészülés során a előkészületi mérkőzések is. Hajdúnálás csapatával játszottunk, egy nagyon hasznos mérkőzést. Lányoknak még a szeptember 17-i rajtig felkészülési torna, illetve edzőmérkőzések vannak a programjukban, aminek nagyon örülök az, hogy már a felkészülési mérkőzésen is látszott az edző elmondása alapján, hogy a tavalyi ilyenkori állapotoktól eltérően sokkal előrébb tartunk. Nyilvánvalóan most már játékosok sokkal jobban érzik egymást, illetve az a csapategység, ami a elmúlt év folyamán kialakult, itt már a kezdés során látja azt és előrevetíti azt, hogy ezek a lányok újra azt a célt tűzték ki, illetve hát a szakosztályvezetés is ezt jelölte meg, hogy a dobogó valamelyik fokán végezzünk. A szurkolók részéről joggal merült fel az a kérdés, hogy a bajnokság ilyen mérvű megnyerése után miért nincs följebb kerülés, miért nincs az NB1-B bevállalva. Hát erre a válasz egyértelmű volt. Végig számoltuk azt pénzügyileg, hogy ennek milyen kiadási oldala lenne. Ezen kívül azt gondolom, hogy jelenleg infrastruktúrálisan sem állunk úgy, hogy mi egy magasabb osztálybeli bajnokságban tudjunk szerepelni, és amit talán a legfontosabb említésre méltó dolog, hogy annak ellenére, hogy rendkívül sok 16 utánpótlás csapattal rendelkezünk, azonban azt tudjuk, hogy a másodosztályban, azaz NB1B-ben kiemelt serdülő bajnokságban kell szerepeltetni csapatot a felnőtt csapat mellett. Ennek a lehetősége most jelenleg itt a serdülő játékosaink akadémiai rendszerben való igazolása véget nem megvalósítható. Ugyanis a tavalyi évben már 7-es, 8-os
gyerekek, sőt hatodikos gyerekek is Debrecenbe, Kisvárdára igazoltak át az NB1-es akadémiai rendszerhez, így aztán valóban ezt a serdülő korosztálybeli játékosainkat újra kell építeni, illetve nagyon sok gyereket újra kell képezni ebben a korosztályban, illetve az alatta lévő korosztályok még nem értek oda, sem játéktudásban, sem fizikai felkészültségben, vagy akár egy serdülő bajnokságban, egy kiemelt serdülő bajnokságban eredményesen tudjanak szerepelni. Úgyhogy én nagyon bízom abban a jövő vonatkozásában, hogy az a cél, amit most kitűztünk, természetesen újra a riválisok a figyelembevételével, újra egy dobogós célkitűzésünk van, az edző jelenlegi tapasztalat alapján, a csapat hozzáállását méltatva, azt gondolom, hogy ez nem tűnik irreális célnak, illetve nagyon fontos azt kiemelni, hogy egy kicsikét a bajnokság összetétele, illetve a bajnokságban szereplő csapatok összetétele megváltozott, hiszen Heves megyei csapatok közül a Füzesabony és a Heves csapata az átkerült, egy átsorolást kapott egy másik NB2-es bajnokságba, és helyette pedig a Kazincbarcik és a Tiszaújváros csapat érkezett hozzánk. A bajnoki szezon rajtja idegenben a tavalyi év utolsó mérkőzésének befejezésével kezdődik, hiszen Ózdon fejeztük be a bajnoki szezont, 17-én Ózdon kezdünk, reményeink szerint azért az Óz nem erősített olyan szinten, hogy esetleg ezt a mérkőzést ne tudnánk bepipálni, és utána pedig hazai környezetben fogadjuk a szomszédvári rangadónak nevezett Vitka csapatát, így aztán egy nagyon komoly szeptember végén, egy nagyon komoly szomszédvári rangadóra kerül sor, ugyanis a Vitka csapata is elég komoly erősítésekbe kezdett, így remélem, hogy egy közönségszórakoztató, sportszerű mérkőzésen újra szinte teltházas közönség előtt fogadhatjuk a Máté Szalkai kézilabda rajongóit. A legutóbbi három mérkőzésen a lehetséges 9 pontból 2 szerzett a Nyíregyháza Spartakusz, amely vasárnap Kazincbarcikán játszott 2-2-es döntetlent. A játékkép alapján azért van hiányérzet bennem, hogy ebből 3 pontot jogosnak ítélek, meg a másik 4-et azt nem, azt kézben kellett volna tartani és kontroll alatt tartani, hogy az a 4 meg legyen. Mindjárt másképpen néz neki a történet, de hát sajnos ez van. Minek köszönhető ez? Nagyon a bajnokság elején vagyunk? Én azt gondolom, hogy magyarázatot nem szélesen, vagy nem magyarázkodnék, inkább magyarázat nyilván találhatnék a sérültekkel is, meg a koncentrációjányával, elsősorban a koncentrációjánya, és a másik nagyon fontos dolog, amit a játékosoknak meg kell végre érteniük, hogy ugyan versenyben vagyunk, de egy-egy mérkőzésre kell koncentrálni és fókuszálni, és nem azt kell számolni, hogy hogy van, mint van. Ugye, és ez csak az utolsó 3 fordulóra tartozó történet, tehát addig nekünk tenni kell a dolgunkat mérkőzésenként. Így gondolom, hogy az utóbbi 2 mérkőzésen mind a 2-szer vezetett a csapat, meg kell tudni őrizni, azt gondolom. Sőt, Kazincbarcikán 2-szer vezettünk, úgy vittek el, vagy úgy énekeltek ki a szánkból 4 pontot, vagy a sajtot, hogy tulajdonképpen a 16-osunkon belül 2 mérkőzés alapján nem jártak az ellenfelek. Ez azt gondolom, hogy egyértelműen koncentrációs probléma, illetve hát nyilván foglalkoznunk kell azzal, hogy ezeket a szituációkat hogy tudjuk hatékonyabban hárítani és védeni. Egy győzelem a futballban minden megváltoztathat. Milyen meccse lehet számítani a hétvégén? Egyértelműen harcos mérkőzés lesz, az biztos vagyok benne. Ugye a Szeged a tavalyi bajnokságban is a legkevesebb kapott gólt kapta, ez most is úgy látom, hogy a stabil védekezésből indulnak ki, vannak előre felé kimondottan kreatív, gyorsan gondolkodó játékosaik, úgyhogy én egy erős mérkőzésre számítok, de csak ismételném mindig magamat az, hogy minden meccs rangadó, hát ugye ez is egy olyan mérkőzés lesz, ahol nem lehet egyértelműen az esélyest megmondani a mérkőzésre, de remélem, hogy mi fogjuk megszerezni a 3 pontot. 2 év szünet után a bajnokság előtt értél vissza Nyíregyházára, mennyire vagy elégedett az eddigiekkel? Úgy gondolom, hogy jól kezdtük a bajnokságot. Az első 3 fordulóba úgy kezdtük, ahogy minden csapat álmodott. A második 3 az nem úgy sikerült, de úgy gondolom, hogy nincsen semmi gond. Itt van hétvégén a lehetőség, hogy javítsunk. Saját teljesítményeddel mennyire vagy elégedett? Hosszú kihagyás után érkeztem Nyíregyházára, mert ugye volt egy sérülésem korábban, de ez már a múlté. Hát úgy gondolom, hogy 6 meccs alatt 2 gólt rúgtam és adtam 5 gólpasszt, ez jó. A bajnokság előtt a szakemberek többsége feljutóként jelölte meg a Nyíregyháza Spartakuszt, a játékos keret az elvárások és a múlt alapján. Ez jelent valami nyomás, vagy inkább inspiráló az öltözőben? Inspiráló semmiképpen nem jelent nyomást, úgy gondolom. Nagyon jó keretünk van, most van 1-2 sérültünk, de mindenképpen oda szeretnénk kerülni a feljutó helyekre.
de sokan még a bajnokságból, ugye. Jó kezdés után az elmúlt meccseken pontokat hullajtott a csapat, hogyan életétek meg ezeket a mérkőzéseket? Így van, hát jól kezdtük a szezont, ugye három mérkőzésből hármat megnyertünk. Mindenki azt várt utána, hogy továbbra is meccseket fog nyerni. Sajnos ez nem így lett, ugye elmentünk Dorogra, utána ott kigaptunk 3-0-ra, ott az a meccs az nagyon nem volt a kezünkben, viszont az utolsó két mérkőzés, amit játszottunk, ezt mind a kettőt meg kellett volna nyerni. Sajnos elkerülhető gólokat kaptunk, ha jobban koncentrálnánk, jobban odafigyelnénk, akkor ezeket a mérkőzéseket meg tudtuk volna nyerni. Eddig 3 gól és 2 gólpassz van Enved mellett a 6 mérkőzésen, ezzel mennyire vagy elégedett? Bár tudom, hogy minden futballista azt mondja, hogy a csapat siker az első. Így van, nyilván örülök neki, persze, hogy örülök neki. Gólokban még talán egyet-kettőt még vártam volna magamtól, ez lett a 6 meccs alatt. Nyilván nincs rossz kedvem ezért, mert ez nem így sikerült. De persze azon vagyok, hogy a csapat nyerjen, mindegy, hogy kirúgja a gólt, de hogy sikeres legyen a csapat. Milyen pici plusz kellene az, hogy a hétvégén ismét győzelmet ünnepelhessen a csapat? Talán nagyobb motiváció kellene mindenkinek, tényleg a koncentrálás, amit én hiányolok a meccs végén, és az akarat, ami nagyon hiányzik szerintem a csapatból. Vereséggel kezdve a szezont, majd 2 mérkőzés nyert a labdarúgó megyei első osztályban a Tarpa csapata. Márton István együttese így 6 ponttal az 5. helyen várja a folytatást. Nyilván minden mérkőzésen úgy lépünk pályára, hogy szeretnénk nyerni. Talán előre ezt a 6 pontot elfogadta volna mindenki. Talán csak annyi benne a meglepetés, hogy otthon szerettünk volna azért győzelemmel kezdeni a Balkány ellen, de úgy néz ki, hogy még arra a mérkőzésre nem volt kész a csapat. Ugye szaktanácsadóként Csank János segíti a munkádat és a tarpai futballt. Mennyit tartózkodik Tarpán a Vosszolyegységi kapitány? A mester idejét függően vagy a hét elején, vagy a hét végén egy olyan 3 napot mindig Tarpán tölt, de emellett a mérkőzéseket mindig megnézi, és a felnőtt csapat mellett figyelemmel kíséri az utánpótlás csapat edzéseit, és már most múlt héten elkezdődött az MV2-es U14-es, U15-es bajnokság. Őket is árgus szemekkel figyeli. A megyei futballt a Szabolcs-Szatmár megyei bajnokságban neked nem kell bemutatni, mégis 3 forduló után le lehet-e már szülni valamit az erőviszonyokat illetően? Nagy vonalakban ismertem a megyei bajnokságot, több mérkőzést láttam, igaz csak megfigyelőként. Nem voltam benne a vérkeringésben, mint edző, ugye, vagy a MB szinten, a Nyírbátorról, vagy pedig a Sparinál voltam. Nagyjából már a felkészülés alatt és az igazolások alapján is láttuk azt, hogy melyik csapatok végezhetnek az élmezőnybe, melyek azok, amik talán egy kicsit hátrébb lesznek. Most már azért azt gondolom, hogy 3 forduló után kezd körvonalozódni, de el kell telni majd egy olyan 6-7 fordulónak, mire kialakul majd az a tabella, ami majd a bajnokság végéig szerintem már a realitást fogja mutatni. Az előbb azt mondtad, hogy a bajnoki rajton még nem volt kész a csapat, most már kész van, vagy hány százalékosan van kész? Azért azt tudni kell, hogy a csapat az megye 2-ből érkezett, ahol sem a mérkőzések, sem az iram nem készítette fel a csapatot arra, hogy a megyei első osztályban helytálljon. Ezen dolgoztunk egész felkészülés alatt, magasabb osztályú csapatok ellen játszottuk az edzőmérkőzéseket. Szerintem olyan minőségű edzésmunkát végeztünk a nyáron, amiből még egy kicsit későn is frissültünk ki, sőt még most is azt mondom a csapatra, hogy nem vagyunk még elég élesek, nem vagyunk még elég frissek a mérkőzések erejére, viszont az mindenképpen alátámasztja, hogy jó úton járunk, hogy 2 mérkőzést is 10 emberrel tudtunk megnyerni, úgyhogy végigbírtuk erőben a mérkőzéseket. A megyei futballban kuriózumnak számít, hogy péntekesi villanyfényes meccseket rendeztek, túl vagytok a debütáláson, hogyan sikerült? Sokan kérdezik, hogy miért jó ez nekünk, hogy mi péntek este szeretnénk játszani. Aki most látta a Fehér Gyarmat mérkőzésünket, és talán kicsit sokan csodálkozva olvasták az újságba, hogy 450-500 néző volt a hazai meccsünkön, az most megérthette. A környékről az összes csapat, játékosok, sportvezetők, akár a megyéből is többen eljöttek megnézni a meccsünket. Én azt gondolom, hogy igazi futballmeccs hangulata volt, villanyfénybe, sok néző előtt. Én azt gondolom, hogy ez plusz előtt ad minden játékosnak, akár a nézőknek is egy nagyobb élmény.
Hétvégén már lehet azt mondani, hogy rangadót játszottak, hiszen az Élovasnyi Gyulaihoz utazik a talpra. Milyen esélyekkel? Ez igazi értékmérő lehet akár már a negyedik fordulóban is. Nyír Gyulai az egyik olyan csapat, amit talán az egyik legjobban ismerek, mivel a csapatban az edzőm végig csapattársam volt, Nyír Bátorban rengeteg játékos volt, játékosom. Nem mellékesen náluk játszik, szerintem még mindig az osztály egyik legjobb futballistája, kicsit hazabeszélek, mert gyerekkori barátom Erdei Zoli. Láttam őket szombaton, nem véletlenül vannak ott a spiccen. Én is azt gondolom, hogy ha ott egy olyan eredményt tudnánk elérni, arra már azért többen felkapnák a fejüket. Két vereséggel a negyedik helyen végzett a Balmazújvárosi Kőni Kupán a Nyíregyházi KC. Bécsi János együttes a szombaton Szászhalombattán vesz részt egy négy csapatos tornán. Balmazújvárosban volt egy nemzetközi torna, amire kaptunk egy meghívást, és természetesen elfogadtuk. Négy csapatos torna volt, a Balmazújváros, az Algé válogatott, az Orosháza, és mi szerepeltünk rajta, két csoport volt, mi az első mérkőzést a Balmazújvárossal játszottuk, ők a tavaly évben az NB1-be szerepeltek, kiestek, viszont most a céljuk az, hogy vissza is jussanak, tehát egy jó játékosokból álló csapattal találkoztunk, kikaptunk tőlük, négy góllal, de nem volt bennem hiányérzet, illetve annyi volt, hogy egy picivel több technikai hibát vétettünk, mint amennyi megengedett lett volna. Majd a második mérkőzést az Algi válogatottal játszottunk, ott 40-45 percig vezettünk, és a végjátékban ott már többet cseréltem, és a kevesebbet játszó játékosok kaptak lehetőséget, és ott azért megfordította az Algi válogatott a mérkőzést, és megnyerték. Összességében én úgy gondolom, hogy nekünk a felkészülést nagyon jól szolgált az a torna, hiszen egyrészt egy olyan csapattal találkoztunk, akivel a bajnokság folyamán is fogunk, illetve az Algír csapattal, aki teljesen más játékstílus játszik, mint az európai csapatok. Úgyhogy mind a kettő megfelelt. Előtte játszottunk egy edzőmérkőzést a Mezőköves csapatával, ők tavaly úgy szintén az NB1-be szerepeltek, most is céljuk az, hogy az első háromba, illetve megpróbáljanak ők is visszajutni. Velük egy döntetlent játszottunk, ott is az egy kiki mérkőzés volt, ott még voltak hiányosságok, illetve korábban játszottunk Budapesten a Player csapatával, ő a nyugati bajnokságban szerepel az NB1-be, és nekik ebbe az évben a cél, hogy feljussanak az NB1-be, ott két mérkőzést játszottunk, egy győzelem és egy döntetlen, míg a legelső mérkőzésünk a Kisvárda csapatával volt, ami még a terhelésnek a kezdetén volt. Azt a mérkőzést is nyertük, de ott még nem az eredmény volt a fontos, hanem az, hogy egy kicsit lássam, hogy a játékosok mit tudnak. Jelen körülmények közt azt mondom, hogy a csapat azon a szinten van és áll, ahol én szeretném. Fizikálisan úgy gondolom, hogy megfelelőek vagyunk, bírunk futni, bírjuk a tempót 60 percen keresztül. A játékban vannak hiányosságok, ez adódik abból is, hogy rengeteg az új játékos, és még keresik egymásnak a lehetőségeit, a passzokat, hogy ki hova, és a mozdulatokat, hogy merre irányítsák. Úgy gondolom, hogy ez lassan már kezd körvonalazódni, hogy kinek hol és milyen szerepet tudok szállni. Bízok abba, hogy a hátralévő pár edzőmérkőzésen már ezt pontosítani tudjuk, hogy mire a bajnokság kezdődik. Addigra már azt mondom, hogy helye közel mindenki a megfelelő szinten legyen. Milyen meccsek várnak még rátok a bajnoki rajtig? Szombaton fogunk menni Szászhalombattára egy tornára, egy négy csapatos tornára. Azon a nyugati csoportból a Tata és a Szászhalombatta szerepel, illetve én a keleti oldalról a Lajos Mizsé és mi. Úgy gondolom, hogy az is fogja szolgálni a felkészülésünket. Ott inkább az, hogy a terhelés miatt, mert egy napos torna lesz és sorozatmeccseket játszunk, illetve az, hogy találkozunk újfent egy olyan csapattal, akivel a bajnokság folyamán fogunk találkozni, majd a rákövetkezendő héten az Algi válogatott jön hozzánk újabb edzőmérkőzést játszani. Ott már szeretném az, hogy a végleges kezdősorom nagyobb lehetőséget fog kapni, nagyobb terhelést fog kapni, és utána már kezdődik a bajnokság, és ott már szeretném látni azokat a dolgokat, amikkel készülnénk a felkészülés alatt, illetve a bajnoki rajtra. Ennyi fért a mai sportszeletből, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!